tehát hogy általad és általam, én velem, én bennem, megváltásod után másodjára is. Én érzékenyülök el, baszki. Minek vennél te nekem egy porcelán kutyát? Hát, ha visszaváltsz a gyerekkorodba, az én. Vannak dolgok, amiket csak nevetéssel lehet elviselni, vannak módszerek, amivel páran a halál képébe is képesek belenevetni. És van egy ember, akiről tudjuk, hogy a humorban nem ismert réfát. Szakadj le és húj rám, jégeső! Karinti kontra Karinti. Életet viszont akkor kezdhetjük másodjára élni, ha a test majdnem meghal, és mégsem hal meg. És míg a gyógyulás útjára lép, új értelmet keres magának. Mint ha az eddigitől teljesen különböző érzékszerveket kapna ajándékba az ember. Minek következtében áthangolódik a világ, és olyan képeket, hangokat és ízeket kínál, mint soha azelőtt. Áthelyeződnek a hangsúlyok. Hirtelen az addig nélkülözhetetlen dolgokból nevetségesen olcsó és kiszerű játékok lesznek, mint például egy porcelán kutya. Még egy ügyetlen kézmozdulat, egy gyermekkori íz, egy eddig észrevétlen zsírfolt a konyhabútoron lényegi dolgokat vet fel. Egy 21. századi abszurd színpadi játék. Karinti Frigyes, Utazás a koponyám körül című regénye alapján. Verebes Ernő, Koponyánk körül belül. Barátom jut eszembe, aki 22 éves volt, amikor valami agydaganatban elpusztult, akkor hallottam először, hogy ilyesmi egyáltalán létezik. Emlékszem utolsó napjaira. Elferdült arcára, a béna rángatódzásra, hogy nevetni próbál. Gondolom a vicceidet. Valamit még mindig nem értesz. Pontosabban egyre kevesebbet fogsz fel a dolgok menetéből. Karinti szerepében Csizmadia Gergely. Három hete Bécsben. Valami viccet, vagy groteszkű gondolatot dobtam oda a feleségemnek, hecske ötlete, nekem agydaganatom van. Azóta az a makas gyanú kínoz, hogy a dolog akkor született, amikor megneveztem. Karinti szerepében pedig Boros Ádám. Ezek a bevérzések utalhatnak esetleg agydaganatra? Frászt, mondtam már, hogy sok mindent jelent. Különben is ahhoz az kellene, hogy halucináljon, szédüljön és hányjon. De oda se neki régen láttam már ilyen jó színben. Na jó, de hát én... akkor a játéknak itt vége. Vége. De ne vedd túl komolyan. Függöny!